2015-től 2020-ig amoholi székhelyű Prokommunitás civil szervezet bérlőként üzemeltette a helyi közösségi házat, amelyet 2020-ban a magyar kormány támogatásával sikerült megvásárolni. Azért vettük meg, hogy az itteni adai maholi közösségnek legyen hova eljönni, ide járnak a nyugdíjasok, de járnak ide a Prokommunitás itt tartja közgyűléseit, a Moholi Családok Egyesületet jár ide, és azért kellett a munkaakciót megszervezni, hogy felújítsuk, felfrissítsük. A szóban forgó helyszínt legutóbb 2015-ben újították fel, így igazán ráfért már a mostani rekonstrukciós munka, tette hozzá Bálint Ferenc. A napokban befejeződő munkaakcióhoz, amely egyébként a Vajdasági Agráregyesületek Szövetségének támogatásával valósul meg, társszervezetként csatlakoztak a Moholi Családok Egyesületének tagjai is. Ők az anyagot adják, mi pedig önkéntes munkával bemeszeljük, tisztábbá tesszük, tehát otthonossá próbáljuk tenni az egész épületet. Hát most igazából már csak a belső rész itt, mivel hogy a külső rész az most már az idő miatt nem jöhet létre. A közeljövőben továbbá tervben van a nyilászáruk és a nagykapu cseréje, valamint új falak felhúzása is. Reményeik szerint a december elején esedékes felnőttek számára megrendezendő saktorna megszervezésére már az új, felfrissült közösségi házban lesz lehetőség.